A H feladatunk ugyancsak kacifántos, hiszen azt látjuk, hogy 0,2-es alap, viszont egyszer pozitívként, egyszer pedig negatívként szerepel. Ugye valószínűleg, hogy itt ebben a feladatban egy kicsit majd többet fogunk foglalkozni a mínusz. Mi van akkor, hogyha a mínusz előjelet bizonyos hatványra emeljük? Hát akkor induljunk sorba azzal, amit már meg tudunk oldani. Ha megnézzük a számlálóját, azt látjuk, hogy 0,2, tehát azonos alapról van szó. Alapot lemásolom, kitevőket összeadom, ugye az 0,2 majd a 8-on lesz. Alulról közös alapunk van, hatvány alapunk, ez pedig a mínusz 0,2, mivel szorzásról van szó, kitevőket összeadjuk, tehát 2 meg 4 az 6. Mínusz 0,2 a 6. hatványon. Nézzük, hogy mi történik ezzel a mínusszal. Tehát van egy mínuszunk a páros kitevőn. Tanultuk, hogy egy negatív szám, a páros kitevő mindig pozitívvel alakul. Tehát úgymond, hogyha egy páros kitevőnk van, akkor ezzel a mínusszal praktikusan le tudjuk egyszerűsíteni, tehát eltűnik ez a mínusz, és megmarad csak 0,2. Így már akkor azt látjuk, hogy 0,2 a közös alap, és akkor el tudjuk végezni a műveletet, ami ugye osztás, mert 5-ről van szó. Tehát 0,2 a 8-on, osztva 0,2 a 6-onnal. Ugye szokás szerint az alapot lemásoljuk, a kitevőket pedig kivonjuk. Ugye 8-ból kivonom a 6-ot, az 2. És hogy a 0,2-t, ha meg négyzetre akarom emelni, vigyázat, az nem 0,4 lesz, nagyon sokan abba hibába esnek. Ugye, hogyha önmagával megszorozzuk, induljunk abból, egy tizedes hely, még egy tizedes hely, tehát a szorzatnál összesen 2 tizedes helynek kell, hogy legyen, így akkor a végeredményünk nem 0,4, hanem 0,04 lesz.